A tavalyi év után újra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogattak a kontinens legjobb utánpótlás kerekezői. Vasárnap egy 108 kilométeres szakasszal zárult a 19 éven aluliak világkupa futama. A hajrát már Nyíregyháza belvárosában körözvetették meg a versenyzők. Az első körben még voltak szökevények, majd azonban összeállt a mezőny. Az utolsó 1000 méteren aztán a norvég Perstrand Hagenes magához ragadta a vezetést, és ő szelt át először a célvonalat, megszerezve ezzel a sárga trikót. A csapatpontversenyt szintén a norvégok nyerték. A magyarok közül Szijjártó Zétény szerepelt a legjobban, a fiatal versenyző elégedett volt teljesítményével. Eléggé sok bukás volt, sajnos a mai napon én is belekeveredtem egybe, de komolyabb bajok nélkül megúsztam. Sajnos egyik csapattársunk, Takács Valent Márk, az kicsit rosszabbul járt a mai napon, őt kórházba szállították, neki jobbulást is kívánunk az egész csapat nevében, úgyhogy szerintem jól sikerült ez a verseny. Tavaly rendeztek először világkupa futamot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A verseny igazgatója azt mondta, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség már az előző évben is elégedett volt a szervezéssel, idén pedig sikerült emelni a színvonalon. Kiérdemelten nyertük el a tavaly ugye ennek a világkupának az első rendezési jogát, ennek most szerintem megfeleltünk, próbáltuk emelni a szintet, és azt látjuk, hogy a nemzetközi porondon is nagyobb rangja lett ennek a versenynek, mivel ugye komolyabb sorokkal érkeztek, tehát olyan nemzeti válogatottak jelentkeztek be, akik között tényleg a világ legjobb U19-eseit tudhatjuk. Úri Hatilla, Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, a lebonyolításban és a verseny színvonalában tapasztalható fejlődés egyaránt fontos a város megítélése és a kerékpározás népszerűsége miatt. Aki itt nyert, és láthattuk, hogy a norvég válogatott az szinte mindent elvitt, ezek a srácok, ezek a fiatal fiúk, ők már jövőre a Tour de France-on és a nagyon nagy versenyeken fognak menni, és nagyon nagy tehetségek, mint ahogy ez látszott is itt. Én azt gondolom, hogy minden ilyen világverseny, ami itt van a mi városunkban, a megyénkben is, az nagyon-nagyon fontos, mert az emeli és ismertebbé teszi a mi kis régiónkat, és a világszinten nem túl nagynak számító Nyíregyházát is, ami nekünk nyilvánvalóan a legnagyobb. Az U19-esek világkupa viadalának következő és egyben záró futamát Csehországban rendezik meg a soron következő hétvégén.